Hát szép jó napot kívánok, itt az NX TV és benne természetesen újból az ESL. Nos, hát mit is kell tudni az ESL-ről? Ugye az új módjuk nem más. Szóval nem más, mint a... Inta? Na vajon mi? Így van, Fiat Abarth 500-as. A Fiat Abarthot ezt annak idején láthattuk a BSR-nél is, ők is próbálkoztak vele, illetve más ligák is. Ezúttal az ESL is megpróbálkozott ezzel. Hát több kevesebb sikere, mondjuk úgy, hogy a fix mag az megmaradt, úgyhogy soroljuk is fel konkrétan, hogy ki és mi van itten. Nos, hát a csapatok és pilóták, az úgy néz ki, hogy The Rising Horse Team 500, right, ők a fehér, úgymond fehér fiattal vannak, Pécsvárdi László és Elekes Csaba, újból összeálltak nagy csapat, Logitech Racing Team 500 red, ugye piros, Kis Barnabás és Cséplő Máté, Csillampóni Team 500 Pink, természetesen ők a rózsaszín csapat, Horváth Szabolcs és Csoma Marcell. Utána van egy olyanunk, hogy Mini Hulk Racing Team 500, ők a zöld autóval, Green, a zöld autóval vannak, Sulák Sándor és Csík Attila, illetve a Team 500 alap, aki Szombati Péter és Lőrinc Gábor. Legalábbis itt egyenlőre úgy néz ki, viszont a pontversenynél itt azért kicsivel más emberkék is vannak. Nézzük is meg. Igen, itt van még Jaksi Gyula, aki ugye hiányzott ebből a felsorolásból. Lássuk hát a... Igen, és Jaksi Gyula is választott magának egy csapatot, ami nem más, mint az Old Team 500 Gold. Na, hát... remélhetőleg minden oké lesz. Pár pillanat múlva el is kezdtem a dolgokat. És azt nézem, hogy van-e festés. Én nem találtam eddig náluk az oldalon festést. De ha nehogy Isten volt festés, akkor majd valahogy milyen módon majd bele fogom rakni a módba, mondjuk úgy, és akkor... Na hát nincsen festésük, úgyhogy ennyi. Igen, itt az adatok, szerver adatok. Igen, jó. Tehát úgy néz ki, hogy nincsen, legalábbis én nem találtam festéseket. Na, de hogy milyen pályák lesznek? Hát Pécsvári László kirakta, úgyhogy lesz A1 ring, Laguna Seca, Vanevu, nem tudom, Lime Rock Park, Brands Hatch, Sandown Raceway, az angolom az nem okés, Manikur VTCC-s verzió, Hope, Long Beach és Suzuka, ugye ez lesz az utolsó pálya, Suzuka VTCC-s verzió. Na, hát akkor nagyjából ennyi. A pontállását azt majd közvetlen futam után el fogom mondani még egyszer. Úgyhogy most akkor ezt itt bezárjuk. Így van, ezt ide áthúzzuk.
És azonnal indítom. Lássuk, hogy is állunk. Na hát akkor ezt elindítjuk. Ezt meg levesszük, ezt meg oda tesszük. Egy picit gyorsítjuk, hogy kis barlamást. Na, tehát az időmérő az következő volt. Ugye első helyezetten kis barlamásra kis piros autó van. Második helyezett. És itt lejjebb alakítom a játékot. Tehát második helyezett Pécsvári László, ugye ez várható volt. Harmadik helyezett Cséplő Máté. Szombati Péter negyedik. Jaksi Gyula az ötödik. Nagyjából ezt az erőny viszont sejthettük. Ugye Gyulái az arany autó, hát minden, furcsa színe van, de nem igazán arany. Maradjunk annyiban. Elekes Saba hatodik helyen, ugye ő egy fehér autóval. Csoma Marcel a hetedik. Igen, piros autóval, mondjuk nem piros, ez inkább ilyen ciklámászerűségű lila valami. De fogjuk el, hogy piros, nem piros. Horváth Marcel, ő Horváth Marcel, Horváth Szabolcs, 8. és Csík Attila, 9. Majd Sándor Sulák, Sulák Sándor a 10. helyen követi őt. Hát azt kell mondjam, hogy első nekifutása oké, elég szépen összegyűjtek. Ja, még amit tudni kell, ugye az a helyzet, hogy 2x 15 perces futamok vannak, úgyhogy igen, tehát egy fél óra alatt nagyjából le is fussák a köröket. Tehát amit még erről tudni kell, az az, hogy ugye szombaton 19 óra 45 perckor szoktak lenni az élő futamok. Egész mostanáig 2 darab futam ment le, ugye ez az iRacing, iRing, illetve a Laguna Seca, amit nem sokára azt is megláthatjátok, de most egyenlőre foglalkozunk ezzel, és az első futammal méghozzá. Most is kigyulladnak a lámpák, így is van, kis Barnabás szépen el tudott ajtolni, majd ott hátul valaki Pécsvári majdnem elvesztette a sőt, várjál, hogy is volt. Szombati Péter bejött második helyre, így is van, Pécsvárival egy kicsi kocs, viszont Cséplő Máté szépen a második helyre fel tudta vergődni magát. Majd itt hátul még egy nagyon pici csetepati dúl, még hozzá Szombati Péter és Jaksi Gyula között. Ott hátrébb valaki főet fogod, de áll az Istennek nem lett komolyabb probléma. Itt egy kis tolongás, így van. De elég szépen eljöttek a srácok, egy kicsi tanulás, pip-pap billboard volt ott, de nem volt komoly. Cséplő Máté elég szépen eljött a második helyen, van kis Barnabás van előtte. Jaksi Gyula meg szépen följött a harmadik helyre, viszont Csoma Marcel most próbálja megelőzni belső íven, bedugja az autót, hát nem, kicsit megtámaszkodtak egymáson, de na, gyönyörűen jönnek el egymás mellett. Marcel nem tudta betenni Gyula mellett az autót, úgyhogy maradt a negyedik helyen. Nézzünk hátrébb, az ötödik helyen Pécsvári László követi
őket, menjünk vissza Csomára, vagy Marcelre, mindegy, Jaksiékra. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy Gyulámat meg fogják előzni, miközben a két oldalról próbálják. És hoppá, 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 hoppá. Jaksi Gyulán szépen Pécsvári meg is előzte féktávon, és Csoma Marcel is be tudta tenni az autót. Így Jaksi sajnos visszaesett, de nem, Jaksi visszaelőzte Csomát, Marcelt. Nem hagyják magukat. Gyula egy picit, mintha lassabb volna. Vagy mihez képest, tehát itt minden egyes kanyarba ugye oda-vissza előzik egymást, úgyhogy... És ráadásul, ha jól látom, Péter is megérkezett, Szombati Péter. Előrébb van Gyulánál, viszont jön a kanyar, Gyula belső íven, majd külső íven van. Szombati Péter most belső íven lesz, csak nehogy összeütközzenek. Gyula hagy helyet, igen, azért elébe zár. Viszont Péter, igen, Pétert izélget itt hátulról Marcel. Marcel feltétlen előzni akar. Ez jó, ez jó. Végre valahára láthatunk csatákat is, nem csak az, hogy próbálnak előzgetni, és nem megy. Közel vannak egymáshoz nagyon a srácok. Gyula negyedik helyen, viszont azt nem tudom, hogy mennyire vannak közel. Hopp, és új, itt újból Gyulát próbálja Szombati Péter megelőzni, és most beteszi belső íven. Kicsit lesodródik Gyula. Szombati le is zárt. De Gyula nem hagyja magát, és szélárnyékba ott van, szorosan. Most megpróbál kijönni a szélárnyékból, hogy majd ő külső íven, de itt De, külső íven nagyobb. Nagyon jó csinálta, külső íven meg is előzte Szombati Pétert. Viszont újból egy egyenes. Nem tudom, mennyire lehet állítani az autókat. Majd a szünet után meg fogom nézni a beállításokat. Hopp, és blokkolt Szombati Péternek a jobb hátsó kereke, ahogy láthattuk, megállt a levegőbe konkrétan. Úgyhogy nagy eséllyel Szombati Péternek, ha lehet beállítást csinálni, akkor több mint valószínűleg Petinek végtempóra van állítva az autója. De nem, az nem Peti autója volt, elnézést, hanem ez Gyulának az autója volt, így van. Az ő gumia blokkolt. Vagy kereke. Hopp, és itt hátrébb is egy előzést láthatunk azonnal. Így van, Elekes Csaba megelőzte Marcelt. Ő Csabikánt nagyon belehúzott, hoppá, hatodik helyen van most. Akkor most menjünk vissza, vagy Szombati Péter és Gyula. Na most Peti beteszi belső íven, elrázok, ő megdobta egy kicsit. És Gyula még egyenlőre tartja a negyedik helyet, most egy picit előrébb van Péter. Lássuk, megismétlik vajon ugyanazt. Nem, ezúttal Jaksi maradt hátrébb. Hát konkrétan tükrözik a zezelőtik kört. És most Gyula rövide féktával megpróbálja betenni, de lesodródik, és ott maradt az ötödik helyen.
És hát úgy néz ki, hogy Gyula maradt is az ötödik helyen, Peti pedig lenne egy nagyon picit, mintha elnyúlt volna tőle, de mire ezt kimondom, már Gyula már kicsit jobban felzárkózott. Hát addig, ameddig nem lesz itt valami akció, de még ezt a kanyart, ezt megvárjuk, mert itt rendszerint rá szokott esni. Így is van. Most közelebb van hozzá. Na, hát akkor nézzünk hátrébb. Hát menjünk teljesen előre, és akkor onnan kezdjük el. Tehát akkor, és akkor mondhatjuk az időket is. Kis Barnabás az első ezzel a csodálatos piros autóval. Kis Fiat. Igaz, ez 500-as. Emlékszem, annak idején a legelső autónk az ugye családi autó. Az egy Fiat 600-as volt. Mondjuk nem ez a gyönyörű szín, hanem egy sima, tök egyszerű piros szín. Jogsima az ugye nem volt, hanem drága sógorom vezette, és próbált engem tanítgatni, de hát nem nagyon volt kit. Nos, hát Barnabás azért kicsit lesotródott. Nem tudom, hogy mennyire. Mondjuk nyerni nem biztos, hogy nyert vele, de ezt majd a nagy vezérek eldöntik. Tehát akkor ott maradtunk, hogy Kis Barnabás az első helyen. 1 perc 47 egész 603-mal vezet. Illetve annyi az ideje. Csépű Máté a második hasonló színű autóval. 1.47.5 93, és nézzük meg, ugye 1.47.739 volt ebbe a körbe Kis Barnabásnak a köre. Mátét elmondtuk, Pécsvári László 1.47.805 harmadik helyen. Szombati Péter ugye lerázta magáról Gyulát, ő 1.47.857, és Gyula 1.48.744, viszont Gyulát nem más, mint Elekes Csaba, most próbálja megelőzni, pedig Csabának ez a kör, ez 1.54.84, tehát elméletileg Csaba lassabb kéne legyen, mint Gyula, legalábbis a legutolsó körében bizonyára hibázott valahol, de viszont itten nagyon szépen fel tudott zárkózni, és most Csaba belső íven beteszi az autót, viszont a bal oldalra fognak menni. Elekes jobb oldalt, Gyula bal oldalt, megpróbálja bent tartani az autót, viszont Elekes nagyon szépen meg tudta előzni kocmentesen. És Gyula visszaesett a hatodik helyre. Gyönyörű előzést láthattunk, Csaba nagyon szépen meg tudta előzni Gyulát. De Gyula nem hagyja magát, megpróbálja visszaelőzni, és most be tudja dugni belső ívre az autót, így van, ha ott tudja tartani, és Gyula... Hol vagy? Csaba! Csaba! Elkes Csaba! Mi történt Csabával? Elvesztette az uralmat az autó felett, és eltűnt. Hopp, és itt van. Jól van, hát vissza tudott jönni, viszont megkapta nyakába Marcelt. Úgy néz ki, hogy Marcel most talán, de nem. Azért Csaba annyival gyorsabb Marcelnél, mint hogy ne hagyja magát megelőzni. Lássuk a féktávnál, hogy Marcel rá tud esni. Hát... Oké. Okay. Tehát...
Csaba megúszta ezt. Tehát akkor menjünk vissza, azt mondja, hogy abban maradtuk, hogy Szombati Péter 1.47.504-jel. Persze azóta már megtettek egy kört. Jaksi Gyula 1.48.120-szal. Ugye lerázta magáról Elekes Csabát. Lerázta. Hát konkrétan sajnos Csaba hibázott. És akkor Elekes Csaba 1.48.8.24, ugye a hív... Nem ebbe a körbe, hanem az ezelőtti körbe, tehát a célegyensláv vezetőnél hibázott egy kicsit. De meg tudta fogni az autót, úgyhogy nagy szépen lassan zárkózik föl. Csoma Marcell 1.49.5.15-tel. És Csík Attila 8. helyen 1.49.4.37. Sulák Sándor, ő a 9. helyen 1.53.78-al. Gyönyörű zöld autóval. Majd Horváth Szabolcs 10. helyen jön 1.58.873. Hopp, és itt hibázik, és jaj, jujj! Jaj. Igen. Úgy néz ki, hogy kamera allergiája van, tehát ismerünk ilyen pilótákat, amikor rávisszük a kamerát, olyankor mindig hibáznak. Na és akkor visszatértünk ide az elejére, Kis Barnabáshoz, akit nem más, mint Cséplő Máté próbál megelőzni. Ugye a legutóbb, amikor mutattam őket, Máté elég távol volt Barnabástól. Most nagyon úgy néz ki, hogy egyes kanyarokban Máté már ott van nagyon-nagyon a fenekibe. Itt megint rázókövet használta. Nem tudom, hogy ezzel nyerte vagy sem. Elméletileg, hogyha nagyobb a rázókő és nagyon beremegteti az autót, akkor talán nem. Mondjuk, mint itt is láthatjuk, Máté is lesodródott egy picit is, és azért össze-vissza mozgott az autó, tehát instabil lett, de mindjárt megnézzük az ideigből. Azt mondjuk, Kis Barnabás 1.49.064-et ment, akkor lehetséges, hogy ottan nem hozott neki. És úgy szintén Máté 1.49.151. Tehát lassulnak, vagy pedig len egymás lassítják. Vagy csak simán kopnak a gumik, mert Pécsvár is 1.49.189. Viszont Szombati Péter 1.47-es időt ment. Ami azt jelenti, hogy Pécsvári nem sokára veszélyben lesz. Jöjjünk vissza Mátéra és Barnabásra. Nem tudom, hogy van egy csapatutasítás. De szerintem az első futamon nem hinném, hogy van csapatutasítás. Itt Máté szerintem eleve meg akarja előzni feltétlenül, hogy megmutassa, hogy na most akkor figyelsz. És most viszont most külső íven van, megpróbálhat találni, de nem. Mintha zsinoron húznák Barnabást. Na, és most nagyon ott van, és most megint kiebbent egy kicsit találó körről. És azon a rázókörben folyamatosan szélesít, és most belső íven megpróbálja betenni, de nem sikerült. Hopp, és végre valára egy olyan autó, amelyiknek látszik a fék lámpa. Menjünk hátrébb, mit lát Máté? És semmit nem lát Máté, mivel vége is lett az első futamnak. Kis Barnabás az első, Cséplő Máté a második, Pécsvári László a harmadik, Szombati Péter a negyedik, Jaksi Gyula az ötödik, Elekes Csaba a hatodik, Csoma Marcell a hetedik, Csík Attila a nyolcadik, Sulák Sándor a kilencedik,
megvárjuk azonnal, hogy bejöjjön. Úgyni, szépen, és Horváth Szabolcs a 10. helyen most ér be. De azt kell mondjam, hogy elég izgalmas futam volt. Abszolút, de nem vártam, hogy ennyire izgalmas legyen ez a futam. És ami a legjobban tetszik az, hogy végre találtak egy olyan autót, ahol nagyjából kiegyenlítődik a banda, tehát annyira nem gyors az autó, hogy most meg lehessen lógni, de annyira sem lassú, hogy most, mit tudom én, ott maradjon a... illetve lekörözzék a lassabb pilótákat. Hát akkor pár pillanat szünet, és addig betöltöm a következőt, és akkor folytathatjuk, és megnézhetjük, hogy mi történt a második futamon. Így van, szépen be is töltjük, azt mondja, hogy az. Nos, és már itt is vagyunk. Mondjuk túl nagy szünetet nem tartottam, de akkor legyen egy kis pH érték. Nos hát, miután megvolt a kis pH értékünk, akkor indítsuk is el. Nos, nem tudom, hogy most ez hogy is volt. Talán azt hiszem úgy van, hogy fordított rajt lesz. Nos, ezúttal ugye egy újoncunk is van, legalábbis még itt van szerverem. Így is van. Lőrinc Gábor elvtárs. Úgy néz ki, hogy őt is engedték rajthoz állni. És akkor úgy állunk, hogy első helyezett Lőrinc Gábor. Ugye ez a második futam, A1 ring második futam, és bizonyára fordított, teljes fordított rajt következik. És akkor Lőrinc Gáborunk az első helyen, Horváth Szabolcs, így van, fordított. Horváth Szabolcs a második, Csoma Marcell a harmadik, Sulák Sándor a negyedik, Csépű Máté az ötödik, Elekes Csaba a hatodik, Szombati Péter a hetedik, Pécsvári László a nyolcadik, Kis Barnabás a kilencedik, és Csík Attila a tizedik. Hát én nem tudom, valahogy nem tudom, mi alapján volt ez, de Csík Attila nem volt az első. Na mindegy, ezt majd meg fogom kérdeni a srácoktól. Na, hát Lőrinc Gábor ugye ezen a futamon részt vett, nem tudom milyen sikerrel. A pontállásán én nem láttam, őszintén nem láttam az ő pontjait, hogy és mint volt. De hát nem tudom, nem tudok mit mondani. Viszont a lényeg, hogy Gabi egy fekete Fiat 500-asban van. 02-es rendszámmal, vagy számmal. Nos, és lassan felállnak a srácok a rajtra. Gábor hátra ment, nem tudom miért. Lehet, hogy ott volt a helye. Ez egy Forma 1-es pálya, így lehetséges, hogy igenis most betette a játék.
és kigyulladnak a piros lámpák, szépen átváltanak zöldre most, és elrajtul a második futam. Egyből Gábort meg is tudta előzni Horváth Szabolcs, aki lássuk az első kanyart, hogy veszi, szépen, így van, Lőrinc Gábor a második helyre helyen van, itt egy kis pifur tirdur, kis világítás, hogy vigyázz faszi jövök. Gabi is vissza is vett az első helyet, így van, ott valaki kicsúszott, nagyon is gyönyörű volt. És mi történt? Hát, Gabi kétkerekedett, na akkor térünk vissza az elejére. Horváth Szabolcs még tartja az első helyet, de nem sokáig, mert Cséprő Máté a második helyen már nézelődik, talán belsően be fog tudni bújni. Egy kis kocs, picit agresszívek a srácok, de hát ez ugye érthető. Nos, és ott hátrébb is, Csetepati. Máté próbálkozik, és hibázik, Horváth Szabolcs hibázik. Viszont, ajaj, mi volt ittem. Na, jó, akkor jönünk vissza. Tehát, Marcel megint visszajött az első helyre, és itt láthatunk egy balesetet. Horváth Szabolcs ütközött valakivel, és túl bele bum lett a vége. Na, de meglepett. Ó, annyira változnak itt a dolgok, hogy szerintem megvárjuk az első kört, és élvezétek velem ezt a gyönyörű látványt, amint méterre előzgetik így egymást a srácok. A lényeg, hogy első körben Szombati Péter lett ugye az első kör győztese, tehát ő vezet per pillanat. Csoma Marcel a második helyen, ott hátul Lőrinc megint nem bír magával. Harmadik helyen Lőrinc Gábor. Kis Barnabás a negyedik helyen. Sulák Sándor az ötödik. Pécsvári László a hatodik. Csík Attila a hetedik. Horváth Szabolcs ugye a nyolcadik. És Csipri Máté kiesett. Nos. Szombati Péter ezek szerint akkor végig tud menni. Elég nagy nagy előnye van Marcelhez képest, akit nem más, mint Lőrinc Gábor követ a harmadik helyen, de viszont itt most Kis Barnabás szerintem megpróbálja megelőzni, így is van, beteszi az autót, Gabi nem üti ki. Hát igen, Gabi ennyit változott. Most már, ha valaki megelőzi, akkor nem üti ki. Még, de várjunk. Nos, hát Kis Barnabás ugye fel tudott zárkozni a harmadik helyre. Ez számára nagyon jót jelent, mivel Cséprő Máté kiesett, így torony magasan fogja vezetni szerintem a táblázatot. Már ha túléli ezt az előzést, mert Marcel nem igazán szeretné azt a második helyet átadni neki. Viszont nem úgy van az, hogy nem gondolkozunk. Nem adom. Szépen Marcel nem adja át, aztán ez úgy lesz. Igen, nem szeretné átadni, de azért átveszi, sőt, mint ő még... Gabi is bedugta az órát, és meg tudta előzni Marcelt, viszont itten nem más, mint... Kis Barnabás fogja Gabi megelőzni, lássuk mennyire, és ott valaki lelassít. Szombati Péterrel valami történt. Nagyon belassult. Mi történt Szombati Péterrel? Szombati Péter belassult konkrétan. Mindenki előzi. Mindenki abszolút. Na, hát akkor menjünk vissza előre. Kis Barnabás ugye
mivel Szombati Péter visszaesett, így újból ő lett a vezércsiga, és ugye az első helyen megy. Őt követi Lőrinc Gábor, de már elég nagy távolság, hát viszonylag nagy távolságból, mert azért ez nem túl nagy távolság, még egyenlőre. De ahogy ismerjük Barnabást, több mint valószínű, hogy meg fog tudni rúgni. Viszont itt hátrébb meg... Ó, mi történt? Itt hátrébb Marcel megelőzte Gabit, de nézzük meg, hogy hogy előzött, mert... azt mondja, hogy... Igen... Hát, igen... Gabi egy kicsit vissza kellett volna fogja magát. Ezt majdnem ő húzta rövidebbet. Sulák Sándor ugye a negyedik helyen követi Gábort. Nézzük még hát Rivit, Pécsvári László, illetve Szombati Péter. Mi történt vele? Ja! Ja! Ja. Én csak sejtem, hogy... De nem. Mondjuk fehér autókban vannak, az biztos. De mindegy, inkább nem akarok hülyeséget mondani, inkább jöjjünk ide előrébb, Marcel és Gabi harca. Dul. Dulifuli. És... vagy Gabi feljött, visszajött a második helyre. Hoppá, hoppá. Viszont még egy ember hiányzik. Ugye Cséplő kiesett, és Elekes nem láttam. Nagyon agresszívül mennek a srácok. Tehát Marcel nem kiméli Gábort, amikor előzésről van szó. Elég szépen puff, belemegy. Itt hála Istennek nem történt semmi. Igen, tehát ez a fordított rajt, ez annyiban jó, hogy azok, akik ugye gyors autóval vannak hátul, mint Szombati Péter és Pécsvári, tehát ők gyorsabbak, mint akik előttük vannak. Ugye Sulák Sándornál, Lőrinc Gábornál, itt van Marcelnél, és majdnem Gabi megint kiütötte Marcel, hát ezek szerintem előbb-utóbb balesetet fognak okozni. És azért izgalmas ez a fordított rajt, mert ugye a gyorsak elég nehezen tudnak átjönni a kis ifjoncokon, akik ugye, hopp, és Gabi végül csak sikerült fejreállítani majdnem azt az autót. Mondjuk az egyetlen, aki fejreállította az autót, majdnem, nem tudom, nagyon olyan furcsán tapadt az autó. Nos hát, miután picit lenyugodtak az események, úgy néz ki, hogy Szombati Péter, Pécsvári át tudták vergődni magukat, legalábbis Sulák Sándoron és Lőrinc Gáboron, viszont ők egymást követik, és talán most fogják Marcelt megelőzni. Marcel? Marcel így van, a második helyen. Hopp, és Pécsvári megelőzte Szombati Pétert. De nem is tudom, ők egy csapatban vannak. Ó, és két oldalról próbálják, csak nehogy kiüssék egymást. Pécsvári az meg... Nem először, és Marcel nem hagyja magát. Marcel nem hagyja magát. Sőt, olyannyira nem hagyja magát Marcel, hogy feltartotta ugye Pécsvárit,
És most Sulák meg tudta előzni Pécsvárit, és végül Szombati Péter megelőzte ugye Marcelt, és most már megy előrefele. Kis Barnabás egyedül unatkozik. És lássuk, féktávon Marcel beteszi az autót, és kicsit megelőzi, mondjuk lesodoródik a pályáról, megelőzi, lássuk, hogy az emelkedő után végül, hát harmadik helyre jött vissza, de ugye ez most egy nehéz féktáv lesz, belső ívre ígyben fogja megkezdeni, bedugja az órát és visszaveszi a második helyet, viszont most jobb kigyorsítással Szombati Péter meg tudta előzni, és megkapta a nyakába Pécsvárit. És Pécsvári belső íven a Szombati külsőn elengedte, és most Pécsvári lesz az, aki Marcelt idegesíteni fogja, és Szombati visszaelőzte Pécsvárit. Marcel továbbra is tartja a második helyét, ragaszkodik ahhoz a második helyhez, és feltartsa a két hófehérkét. És most jön a célegyenes, opp, és lett valami? Nem lett. Szombati van előrébb picivel, és Pécsvár is megelőzték ketten Marcelt, viszont Marcel kis kijön jobb oldalra, a belső ívre, nem, kis kocs, és beteszi a két autó közé, mint egy éket szépen befurakodik közéjük. Nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű volt. Hát igen, végre valahára egy olyan csapat gyűlt össze, mondhatni, akik nem csak ott hátul driftelgetnek, meg csúszkálgatnak, hanem itt tényleg oda teszik, amit oda kell tenni, és minőséget alkotnak. Nos, és Marcel most még a harmadik helyen próbálja ott tartani az autót, viszont féktávon hamarabb fékez, és Pécsvári lesodródik. Most Pécsvári belső íven fog lenni Marcel külsőn, lássuk, meg tudja tartani, nem tudja megtartani. Marcel belső íven, és elment Pécsvári. Viszont ne feledjük, nem sokára jön a féktáv. És hátulról megkapta Szulák Sándort, csak ki ne üsse. Marcel nagyon-nagyon nagyot alkot, itten feltartotta a gyors pilótákat szépen, és azért nem hagyta magát. Nem úgy adta át a helyezetteket, tehát nem úgy engedte magát megelőzni, hogy na, jó van, menjetek, ti gyorsabbak vagytok, hanem előzetek meg, ha tudtok. Nos, 8. kör, az azt jelenti, hogy az utolsó körben leszünk azonnal. Akkor maradjunk itten kis Barnabással. Hát kis Barnabás továbbra is unatkozván vonszolja autóját. Szépen néz ki ez a kis autócska. Fiat Abarth. Nézzük, hogy hát most is egy picit szélesít, de jarlázó kövön ment el. Hát mondjuk ezzel a, ahogy láthattuk, két rázó köves sztorival itt azért nyert vele
Na de itt hátul valami történik, méghozzá Sulák Sándort utolérte Lőrinc Gábor az utolsó körben, és megelőzje. Nem. És még van egy körünk. Úgyhogy Sanyikánk nem érezheti biztonságban magát. Nézzünk. Hopp, és... Péter. Jó, nem tudtam meg visszaelőzni. Vagy megelőzni. Nézzük, hogy hogy is állunk. Tehát Kis Barnabás az első, Pécsváry László a második, Szombati Péter a harmadik, Sulák Sándor még a negyedik, Lőrinc Gábor az ötödik, de lehet, hogy mire elérnék a hetedik helyre, addig. Nem, Sándorunk tartja, tartja. Viszont itt elől is elődés lesz. Úgy gyorsan Csoma, igen, Csoma Marcell a hatodik, Csík Attila a hetedik, Horváth Szabolcs kiesett, Csépri Márti kiesett. Igen, és akkor még hiányzik Elekes. Viszont Szombati Péter gyönyörűen megelőzte Pécsvárit, sajnos lemaradtunk róla, viszont erről nem maradunk le, amikor Lőrinc Gábor megpróbálja megelőzni. Na, talán sikerül-e neki, Sulák Sándort nem, akkor gyorsan menjünk a befutóra, mert nem szeretném, hogyha lemaradnánk róla. Na azért nézzünk még hátrébb, hogy valahol valami, semmi, akkor nézzük meg a befutót. Van az első versenyen, lemaradtunk róla. És Kis Barnabás a második futam helyett még egy kört kell várnunk, úgy néz ki, hogy ez 10 körös lesz. És akkor menjünk hátra, mert akkor meg dídul piff-puff van. Akkor meg Szombati Péter nem érezheti magát biztonságban, viszont itt hátul Sulák Sándor és Lőrinc Gáborunk. Na lássuk, Gabikánk megelőzte. Hoppá, sőt, Gabi meg is előzte Sándort. Is annyira elment a fűre egy kicsit. És most féktávon, rövidebbet próbál fékezni belső íven, viszont nagyobb sungat tudott kijönni Gabi, úgyhogy megtartotta a negyedik helyét. Itt elől meg Pécsváry megpróbálja Szombatit megelőzni, lássuk, beteszi az autót belső ívre, és be is rántja maga elé, illetve Szombati elé. Szombati meg, na most szerintem belső íven próbálkozik, itt nagyon-nagyon veszélyes, jól van. Nem engedtek kiebb az autót, mint ahogy szokták volt. Ja, hát Kis Barnabás töretlenül le az első helyen. Szerintem most már nagyon unatkozhat. Na, hát akkor szerintem ez az utolsó kör, remélhetőleg. Akkor lehet, hogy elszámoltam magam egy körrel. De nem. Meg 11. Valami nem stimmel. Jó, van, közben megnéztem, hogy mi lehetett. Na, lényeg, hogy ez úgy néz ki, hogy lehetséges, hogy ez lesz az utolsó kör. Nem tudom, valahogy picit elszámoltam magam. Vagy lassabb volt az ezek két körrel, nem tudom. Na, menjünk hátrébb, akkor Szombati végül második helyen. Most egy kis kocot láthatunk, hogy Pécsváry
ugye rövidet vagy hosszabb féket vett, magyarán mondva kocolta, hát ez még belefér. Őrinc Gábor a negyedik helyen vonszolja magát, Sulak Sándor az ötödik, Elekes hatodik, kiesett, Csoma Marcel. Igen, itten valami nem oké itt a második futamnál. Kis barna vás. És most ért be Kis Barnabás, majd őt követi Szombati Péter, így van, majd Pécsvári László. Lőrinc Gábor a negyedik, majd Sulák Sándor az ötödik. Elekes első indult, én legalábbis nem láttam. Majd Csoma Marcel, Horváth Szabolcs, Cséprő Máté. De minden esetre szerintem egy kicsit valami a replay-jel itten megbolondult. A lényeg, hogy Kis Barnabás volt az első, Szombati Péter a második, és Pécsvári László a harmadik. Gratulálok akkor Kis Barnabásnak, és az egész bandának. Pár perc múlva, ugye, vége van. Na de. Még mielőtt véget nem ér a nap, el is mondanám, hogy ki hány pontot kapott. Ugye, az úgy van, hogy itt mi van? Na, tehát az első helyezett kap 30 pontot, második helyezett 29 pontot, harmadik helyezett 25 pontot, negyedik helyezett 22 pontot, ötödik helyezett 20 pontot, hatodik helyett 17 pontot, hetedik 5 pontot, nyolcadik 5 pontot és kilencedik 4 pontot. Én legalábbis úgy látom. És akkor az A1 ringen Pécsvári, hát én kutya legyek, ha ez így volt. Na de minden esetre Pécsvárinak van 10 pontja, nem, Kis Barnabás. Jó, Pécsvárinak van 10 pontja, Kis Barnabásnak van 20 pontja, Szombati Péternek van 13 pontja, Cséprő Mátének 13 pontja, Elekes Csabának 9 pontja, Jaksi Gyulának 5 pontja, Csoma Marcelnek 5 pontja, Csík Attilának 3 pontja, és Szulák Sándornak 0 pontja. Nem tudom, hogy volt kiszámolva, ne kérdezzétek, nem értem. Na, és akkor azt mondja, hogy Kis Barnabásnak volt 2 darab pólja, igen, és 2 győzelme, igen. Na mindegy, én ebben nem megyek bele a pontállásba, még majd a következő futamon Laguna Secán majd még elmondom a tovább fejlesztett verzióját ennek a pontozásnak, de nem teljesen. Ja, értem! Értem. Jó, oké. Tehát akkor az A1 ringen Pécsvárinak volt 10 pontja, Kis Barnabásnak 20 pontja. És akkor Szombati Péternek 13 pontja, és akkor ez a 30-29-25, ez már a végleges pontállás, ez majd Laguna Seca után. Jó, hát akkor egyelőre köszönöm szépen a figyelmet. Majd a leírásban majd meg lesz a következő futamnak, elméletileg a következő futamnak, Laguna Secának a linkje. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és megnéztétek ezt a fergeteges futamot.
Úgyhogy Laguna Seca-ba találkozunk, sziasztok, szép jó napot nektek!